Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A nemzetközi mester Benkő Pál sakkozó. A magyar csapattal bronz, az amerikaival ezüstérmes volt a sakkolimpián. 1993-ban beválasztották a sakk hírességek csarnokának tagjai közé. A világ egyetlen sakkozója, aki nagymester, többszörös világbajnoki jelölt és feladvány szervező nemzetközi mester volt. 1971-ben a sakvilágbajnoki zónaközi versenyre megszerzett játékjogát átadta Bobby Fischernek, aki ennek köszönhetően szerezte meg Boris Spassky ellen 1972-ben világbajnoki címét. Benkőpál 1928-ban született. A második világháborúban édesapja, a bátyja és ő is szovjet fogságba esett, az édesanyja meghalt. 1945-ben magyar bajnok lett. 1956-ban tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely a moszkvai sakkolimpián a sporták történetében az első vereséget mérte a későbbi győztes szovjet válogatottra. A forradalom utáni magyar bajnokságon azért lett második, mert az a Dublini zóna közi versenyen indulhatott, míg a győztes Szófiában. Írországból már nem tért haza. 1962-ben amerikai állampolgárságot kapott, de az 1963-as amnestia miatt a magyart is megtartotta. Benkő Pál pályafutása során Fischert háromszor is legyőzte, de vesztesként nyújtott neki kezet Mihály Tál, Tigran Petrosyan, Vaszilis Szmiszlov és Viktor Korcsno is. Tanítványa volt Karakas Éva, a három polgárlány, valamint az amerikai nagymester, világbajnok jelölt ifjú Fabiano Caruana is. Benkőpál 2019-ben Budapesten halt meg. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.